Szia, én Jamina vagyok, te pedig valószínű azért kattintottál erre a videóra, mert éppen pánikrohamod van. Ha nem, annak nagyon örülök, de akkor te most lépj ki. Szóval szia, most már ketten vagyunk, és ez nagyon fontos tudnod, hogy itt vagyok, és fogom virtuálisan a kezed, és ezt a borzalmasnak tűnő, de abszolút ártalmatlan dolgot együtt le fogjuk küzdeni. Az első és legfontosabb, semmi másra kérlek, ne figyelj, csak rám, arra, amit mondok. Ne kalandozzanak el semmerre se a gondolataid, ne gondolj semmiféle rosszra, csak rám figyelj. Hidd el, hogy amit most érzel, számtalanszor átéltem. Körülbelül 100-szor, hanem 200-szor, és még mégis itt vagyok. Ami azt jelenti, hogy nagyon sokszor átestem rajta, és nem történt semmi. Úgyhogy az első szabály tud, hogy semmit nem tud ez a szar csinálni veled. Ami annyit jelent, hogy ekkora kis hormon, az ekkora hormonjaiddal, tényleges hormonjaiddal nem tud mit csinálni. Tehát ülj le, kérlek, vegyél egy nagy levegőt, és kezdjünk el tudatosan megnyugodni. Figyelj, kezdjük azzal, hogy a légzésünkre figyelünk. Mindig azzal rontjuk el, és azért leszünk egyre rosszabbul, mert elkezdjük kapkodni a levegőt. Figyelj, mondom, hogy mi lesz a feladatod. Tedd ide a kezedet a mellkasodra. És elkezdek neked számolni, elkezdünk 4x4x4-es légzés technikát végezni. Ez egy olyan szinten biztos technika, hogyha rádugnálak most egy gépre, az ilyen szintű idegrendszeredet így kisimítja. Úgyhogy kezdjük is el. Ülj le, figyelj rám, és mondom, mit csinálj. Számolok 4 másodpercig, te pedig jó mélyen beszívod a levegőt. Kezdjük. 1. 2. Szívjad. 3. 4. És valószínű most már ekkora a mellkasod. Tartsd benne a levegőt 4 másodpercig. 1. 2. 3. Fájjon. 4. Figyelj még mindig rám, és fújjuk ki. 1. 2, 3, és most engedd el. Kicsit rázd meg magad, és még mindig csak rám figyelj. És jövünk újra. Figyelj, mély levegő, 1, szigorú vagyok, 2, csak rám figyelj, és a légzésre, 3, 4, és fájjon a mellkasod, tartsuk benne. 1, 2, 3, 4, és fújjuk ki, 1, 2, ügyes vagy, és valószínűleg sokkal jobb színed van már. 4. Vegyél egy mély lélegzetet, rázd meg megint magad egy picit, és semmi másra még mindig ne figyelj, kérlek. Kicsit a vállaidat. Pofozd meg magad. Lesz egy sikerélményed, és hidd el, ezek után sokkal jobban fogod tudni kezelni. Van még egy körünk, hadd lássam. Mély levegő, 1, 2, 3, 4, tarts benn, feszüljön, fájjon, ne figyelj semmi másra, csak a légzésre. 2, 3, 4, és fújjuk ki hosszan, 1, 2, 4. Na jobb? Vagy vagy egy nagyon picit jobban vagy. Ez tényleg egy olyan légzéstechnika, ami bármikor nálad van, és bármikor segíteni fog. Kérlek, próbálj meg megnyugodni, itt hagylak, és próbálj tovább csinálni, ha még mindig rosszul vagy. Ez tényleg egy olyan dolog, amivel nem lehet sajnos mit kezdeni, de egy felületi megoldás az ez. Hirtelen ennyit tudok neked segíteni, és remélem, hogy tényleg segített, tudd, hogy itt vagyok, bármikor, ha szükséged van rám, ezt a videót csak nyisd meg. Nekem nagyon jól jött volna annó, ha valaki itt van velem, akár virtuálisan is. Kérlek, nyugodj meg, semmi probléma nem lesz. Nem fogsz elájulni, nem fog elvinni a mentő, ez egy kis szar, ami csak megkóstol. Ennyi, de megenni nem fog. Kitartást kívánok, remélem már jobban vagy.